És ha úgy van, patkó vagy filé? Patkó. Ja. Az, ami izé, tudod, ilyen alakból Ja, van. tudom. Csak hogy az nem halacska? Nem. Az a faj, tehát hogy az úgy néz ki, az a patkó. Azt szokták rántani még. Nagyon szeretem rántva. Halpatkó, aha. Én is éltem szelked, nem akadályozott meg, hogy szeressem a halat, de a halászlevet nem szeretem. Ó, Én a látom. halikrát is nagyon szeretem, imádom a halikrát. Ja. A halat nem szeretem. Ó, basszus, sajnálom, G. Én megelőztem ezt a problémát azzal, hogy ha halászlé van, akkor én azt hal nélkül eszem. Ha Hajdúszoboszlón jártok a strandon, van egy hely, ahol jó sült harcsát lehet kapni. Egyszerűen kihagyhatatlan. Szerintem én ott már ettem. De nem biztos, persze. Ha harcsafilével csinálod, akkor nem lesz benne szálka. Na tessék, Adi. Ezért Ti anya valami az amerikai vagy afrikai. afrikai? Afrikai harcsaszeleteket vett most anya idén. Elméletileg az eléggé szálkamentes. Ja, persze, hal az jó cucc, jó cucc, Blade. Szia, Depression, üdv mindenkinek, srácok! Ja, persze. Szinte egy jól passzírozott alaplé kenyérrel nem mehet mellé senkire. Tényleg, kenyérrel halászni. De én akkor is a tésztás vagyok. Nem is tudom, az milyen tészta, de az olyan, mintha ilyen ázott tészta lenne, nem? Gyufa. Mi? Gyufa. Az Gyufa? a neve. Gyufa tészta. Aha. Az nagyon jó. Hogy gyufa tészta? Aha, a halász, ez gyufa tészta. Nem tudom, hogy a mamám csinálta, az a tészta, az nagyon. Az nagyon jó. És az nem az a klasszikus tészta, hanem ilyen fura. Hát ezt nem is lehet kapni nagyon boltokba, csak arra baja, Szeged. Ezt nem is tudtam, Pesten láttam először tésztát a gulyásba is például. Nem tudom egyébként. Én konkrétan Baja és Szeged közötti vagyok, tehát hogy melyik út és ott tésztával ették a halászlevet. Mindkét mamám úgy csinálta, úgyhogy meg a szülők is, szóval nekem az a halászlé. Amiben nincs tészta, az olyan fura. Alakul már az eleje, srácok. Jön rá a borítás. Igen, a csúnya karosszéria. Csúnya. Hát nézd, nézd, ez is olyan megfogtosott. Látod? De ez hogy lehet ilyen? Nem tudom. Nekem olyan fura ez a szett. Pörkölve is raksz tejfölt? Az is jó, uff, itt elégettem úgy. Nem tudom, mennyire jön át így a streambe, de olyan foltos. Itt ilyen foltosnak látszódik. Á, nem hiszem, hogy direkt Mikó. Biztos nem. Izé. Ez olyan folt, hogy így le se tudom izélni. Nagyon. A fényes, a
a fényes darabjai a Legónak olyan csúnyák. Mi baj? Mi? Mit piszkál? Hát, kakil. Ja. Azt hittem, hogy a zacsikat piszkálja. Nem, nem, nem. Nagyapám a húsleveshez is evett kenyeret tejföl, meg mindenhez is finom, a kedvenc édessége a cukros tejföl volt. Én a cukros tej. Nekem az volt a kedvencem régebben. Te palóc vagy? Hoppácska konaja. Palócleves, te szeretem. Én arra emlékszem, hogy szerettem a palóclevest nagyon, de hogy mi a palócleves, és mi az az íz, gőzöm sincs. És mik ezek a hangok? Hát Kalácska azt mondta, hogy ne, ne, ne. Mi van, Kalács? Mi van? Biztos, hogy nem jössz fel az ölembe szoros lábbal. Tessék, elmenni. Ó, a csorba leves is jó nagyon. Panosz leves, zöldbab, leves, korbász és tejföl. Nincs meg az íz a számba. A csorba levesben meg káposzta van, az sincs. Nincs, nincs. Kérsz ilyen fehér golyót? Nem. Biztos? Uh-huh. Mi van amúgy a nyereményekkel, basszus? Valaki nem intézi. Na, van nekünk egy spani 24-ünk, aki elvele megnyerte a Lego Batman-t. Itt van vajon? Spani 24, itt vagy? Várunk 32-ig, és hogyha nem vagy itt, akkor újra sorsolunk. Jó, azért vagy? Nálam? Én bekaptam ilyen fehér Lindor golyót. Itt Jásznagykun szólnak, megyében a habos Isten a legjobb. Csak az a baj, ha megeszel egyet, akkor diabéteses lesz. Hát igen, az jó cucc, jó cucc. Ja, hát ezek a dolgok engem annyira nem zavarnak. Lianna. Hát, hogy most éppen valaki eszik, a másik meg éppen ürít. Ja. Hát lehet, hogy ebből újra sorsolás lesz. Se, sorsolás lesz, srácok. Hogy alakul ez a csoda járgány? Hát ilyen elég jól, az eleje már majdnem, hogy kész van. Már majdnem, hogy. Mi is a legbélesebb jeleneteknél szoktunk enni vacsora közben. Na hát akkor szegény Spani lemaradt erről. Chris Walker! Na hát Chris Walker, nézd csak! Gondolom te itt vagy. Úgyhogy már is kezdem pötyögni a listára a neved. Megelőlegezvén. A bizalmat. Jaj ne, Vili, bocsánat, ne haragudj. Hát igen, a laptopról sajnos tovább pörög a chat, ne haragudj, Vili. Vili azt írta, hogy GG,
hogyha valaki lemaradt volna az üzenetére. Bocsi, Vili! Csak mondom egyébként, nekem itt, ezen a kis listámon itt van, hogy Coolers 2018. február 5-én nyert egy GTA 4-et. Játszottál vele azóta, Coolers, most, hogy itt vagy? Beszéljünk csak erről egy kicsit. Itt van Chris Walker, jól van, akkor már is felkerült a neve a listára, és megyünk tovább. Batman Arkham VR. Viszont ebből az utolsókat osztom ki. Tehát aki most nevez, három nyertes is lesz. Három nyertes is lesz. Ha most neveztek, egy nevezés három áráért. Vagy mi? Nem. Igen. Három nyertes egy áráért. Ezt akartam mondani. Na hát jó szórakozást majd a nyereményedhez, Chris Walker. Stream után küldöm neked a kódot. Még látni? Ja, jól van. Én véletlen rányomtam a törlésre. Elment a netem, de a visszajön írok. Látod? Kulász, milyen kamus, rögtön terel. Amúgy nyomtam pár órát vele emlékeim szerint. Akkor jó. Akkor jó. Csak viccelődök amúgy. De mindig, amikor megnyitom itt a kulcsos listámat, akkor te ott vagy az első között. Adri a másodikkal, meg Vulagárral együtt. Ha nem tudjátok, hogy hogyan kell nevezni, nyugodtan kérdezzetek, de előtte azért kattintsatok rá a linkre, és akkor az így segít. Vulagárt végig láttad? Hát mindjárt megmondom neked, mikor volt itt utoljára. Én most ilyen stalker napot tartunk, jó? Na. Na, 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 na. 2020, március 24. Tessék, Coolers, megstalkoltam neked. Joker! A Joker, a magyar Joker. Hát köszi szépen a 32 hónap töretlen támogatásod a Joker. Ja, amúgy nem pergettük... valakinek nem pergettük. Se Kizunak, se Gyökérkezeltnek, se Jokernek. Úgyhogy, hát akkor most pergessük mindhármuknak. Mit szóltok? Kényelmes vadászok kántálásban is részt vehetnek. Én meg megpergettem itt közben Astronomy's Subgiftjének is. Meg El Magico-nak is szerintem. Igen, aztán Kizunak is, Gyökérkezeltnek is, és természetesen Jokernek is. Nagyon jó, nagyon jó. Úristen, Very Big Bence! Tovább adta az Anubistól kapott feliratkozását, méghozzá Thirsty Houndnak. Hát nagyon szépen köszönöm, Úristen, Very Big Bence. Srácok, nekiméljétek a csetet. Kaptok még egy kántálást. Püty! Még egy kántálás. És közben zajlik a nyereményjáték, ami a
Batman Arkham VR, VR-os nyereményjáték, csak mondom. Ó, micsoda a szexben. Mi a helyzet, Joker? Hogy ítják arra felé? Kellemes ünnepeket oda is, Joker, kellemes ünnepeket. Hoppácska? Lianna rögtön lecsapott itt a hájfonat indítós csírével, közzi szépen Lianna a százast. Szokásos karrier előtti ajrá? Kitartást, akkor Joker. Szevasz Marci, a 0311-es. Sziasztok, srácok. Nagyon tetszik amúgy ez a fényképész, mert hogy is mutathatom nektek így, mert hogy ilyen ferdén fordul a fényképezőgépe. Tehát, hogy pont úgy fordul, hogy a karakter előtt lehessen. Tehát, hogy pont fotózhasson. Tök jó. Nekem nagyon tetszik, ahogy kitalálták, hogy pont a szeme keresztül lát ezen a... Ásár, hogy hívják ezt? Amibe bele kell nézni a fényképezőgépnél? Fú, nem jut eszembe ez a szakszó. Kereső, azaz. Köszönöm szépen, Eser. Te tudtad, hogy úgy hívják? Nem. Köszi szépen. Szóval, ja, pont úgy van kitalálva, hogy ha ránézek a karakterre, akkor a kereső az itt lyukas, és úgy lát át. Szia, puca! Hát ez bután hangzik. Pedig ez az. Nézd meg, milyen csúnya. Ja, várj ide. Ilyen foltos, látjátok? Olyan, mint hogyha új lenyomat lenne rajta sokszor. Ilyen csúnya. Csúnyácska egy kicsit. De távolról szerencsére nem fog annyira látszódni. Vagy befújjuk majd valamivel. Igen. Nem az objektív. Nem lehet letörölni? Hát kézzel nem lehet letörölni, de nem tudom, mivel lehetne letörölni. Tehát ez olyan cucc, hogy kézzel nem jön le. Lehet, hogy nem írtad el. Astromis, de nagyon jó, hogy szóltál, hogy nem reagál a bot. Azért nem reagál a bot, mert lefagyott. De már indítom újra. Még 3 percig lehet egyébként nevezni, ha szeretnétek. A nedves popsi törlő mindenre megoldás. Lehet egyébként. Hoppácska! Mi történik itt közben? Hát, Simmons, köszi szépen a 100-as sírt, valamint Chris Walker, köszi szépen a 25-ös bitet, valamint köszi Taki a bugizós 100-as is sírt, illetve Gyula, nagyon szépen köszönöm az első feliratkozás ajándékozásod itt a csatornán, köszi szépen, hogy Görény banditának a második hónapját lehetővé tetted. Remélem, hogy jól mondtam a nevét. Igen, nagyon jó, hogy szóltatok, mert most meg mehet egy újabb kántálás. Még 2 percig lehet nevezni a Batman VR-ra. Nice. Mi az? Elfáradtam. Cseréljünk? Nem. Nehogy át kelljen adni. Fú, ez is csíkos. Batman ott chillel. A nőjével az anyósülésen. A nőjével?
És a nője közben fotózi. Nője. Látod? Ilyen paparazzi, ott nyomja. Hogy beraktad bentent, azt hittem, hogy Adri keze nyúlva. Igen, felvette a szőrös pulcsiját. Na nézzük. Na nézzük. Srácok. Még 22 másodperc. Még 22 másodperc. Na hát ez bunda. Gyakorlatilag bunda. Chris Walker, itt vagy? Úgy néz ki, hogy te nyerted ezt a Batman Arkham VR-t is. Mármint, hogy az egyiket. A háromból. Itt vagy? Szörme bunda! További jó építést és streamnézést. Sziasztok, és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Mi is neked, Redi? Köszi szépen, hogy bekukkantottál. Szia, szia, szép estét! Én a fényes legókat mikroszálas törlőkendővel tisztítom, kicsit deszilált vizet fújsz a kendőre, és nagyon szép lesz. Ó, köszi, Taki, majd megnézzük. Majd megnézzük. Na, srácok, 46-ig várjuk Chris Walker válaszát. Bár én úgy láttam az előbb, hogy itt van. De ha nincs, akkor megy az újra sorsolási. Dotti, ha-ho. Így késő este. A vid is berédelt. Hát, nagyon szépen köszönöm, köszi szépen. Köszi szépen, Avid, a rédet. Üdv mindenkinek. Mi újság? Mi ott nyomtatok? Oda néz. Avid, látod, itt ilyen kedves, kedves közösség van. Szimulátor? Na, milyen szimulátor volt? Üdv mindenkinek! Sziasztok, sziasztok! Raktárháború. Csőtepleb, az igen. Dotti, micsoda közönéseket nyom itt. Raktár licit. Az innen ilyen neked való játék. Ja. Elfáradtál? Nem, már még a következő az enyém. Aha. Micsoda, hát páros jön. Aha. Át akarsz szerni, mi? Dehogy. A 14-es már te raktad, nem? Ide. Nem. Dehogy nem. Át akarsz szerni. Nem. Hanyas volt a... Jó, inkább megyek, hagyjad neked a dolgot. Át akarsz verni, tudom én. Nézzétek meg. Át akar verni, Andri. Ott van Chris Walker. Itt van Chris Walker? Ott, aha. Jó. Annyi feladatod lesz, Adri, hogy itt... Hogy úgy néz ki, hogy Zoe már nyert. Jó, akkor viszont nem lesz semmi feladatod, Adri. Zsír. Lianna a harmadik. Ha ő is itt van, természetesen. Na, hát úgy néz ki, hogy a három nyertes, Chris Walker, Zoe
És Lianna. Itt van mindenki. Jó, hát akkor GG. GG. Kapjátok majd stream utána. De felírtad őket? Ott látszódik a listába. Na jó. Ajaj. Ajaj. Ja. Most a kicsi visszabújt. Elég beteg volt érdem. Barn Finders. Mondom, ez ilyen neked való játék adni. De jól hangzik amúgy. A 14-es Adrié volt. Hát akarsz verni. Figyelek amúgy. Na. Geri, köszi szépen a 25-ös bitet, köszi szépen a támogatásodat. És neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm, Fatboy. Köszi szépen a tier 2-es 17. hónapot. Srácok, nagyon szépen pergetitek a szövegeket, ügyesek vagytok. Köszi szépen. Jó. Na, hát Adri, mutatom, hogy meddig jutott. Az ágyig jutott, ahogy látom. Megpróbálom megmutatni nektek, hogy meddig jutott. Azt mondja. Először... Ó, de menő meg lett az eleje. Hát én nem is figyeltem. Na, tehát a hátulja már ilyen szépen fel van díszítve, ez volt a 14-es csomagba. Tehát a járgány popsia egy kicsit hidasítva lett. Hát látjátok amúgy, hogy milyen a felülete, olyan fura. Fura. És az eleje is már elég szépen haladt, már ott vannak a fények is az elején. Zsírmi, meg az a cucc, ami nem tudom micsoda. Ez is valamilyen légbeömlő. Ventilátor. Hát nem tudom, ezt sose tudtam, hogy micsoda, de olyan jól nézett ki. Mindjárt látjátok egyébként felülről is. Csak very big. Ilyen skacok. És megkapjátok így is. Ha persze belefér. Ilyen. Itt tartunk most. És hát tényleg van súlya. Jó. Püty. Ha még világítana is. Vannak legók, amikbe lehet eszkábálni világítást. Így van, alig férd bele. Sugárhajtómű. Az a sugárhajtómű. Na, 16-os zacskó, 274-es oldal és 401-es lépés. Amúgy egy-két helyen tényleg olyan, mint amikor kiszedi a nap a festék a színét és bemattul. Hát ez gyűjti az új lenyomatot, igen, igen. Ez gyűjti. Ez direkt maradt itt jobb oldalt, Adri? Igen. Tegyem ide? Aha. Na nézzük. Kullers valami infókat itt összegyűjtött. 2017. június 1-én ezen a napon követtelek be, emlékszem, egy keddi nap volt délutáni időben, pontosan 14 óra 42-kor kint szakadt az eső, a szél verte az ablakot, napszemekbe ültem a gép előtt, mert úgy gondoltam, hogy menő, hogy semmit nem látok, talán PUBG-t láttam a képernyőn, amit még az ikertesó nyomatott, aki nem szemüveges, és bolond trükköket nyomatott a híres erangeli meredek dombon, dupla szaltókkal fűszerezze, régi szép idők. Adri is valahogy akkor követett be. Mi? 2017. Ja. Június 1-e. Májusban. Jaj.
Mióta vagyunk együtt, Adri? 4,5 éve. 4,5 éve. Eljött mozikázni, azt nem győzött levakarni magáról. Na, 2 egyszer 3-as barna. A szürke bejön ide. Vagyis ha bekövetek helyes streamereket, akkor esélyes, hogy egyszer közös Batman Legót fogunk kirakni? Nice! Micsoda levezetés! Hova vezetett le? Hát, hogy iszél. Ja, tudom, csak viccelődök. Aldri azt mutatta, hogy 2. Én egyet mutattam. De a hüvelyik olyad is számít. Már hogy 2 streamet kell követni? Oké. Okay. Ezt mondja Lianna. Jézusom, fat boy. Hát köszi szépen az 5-ös feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen, hogy Valardis 4. Dundas 2. És Daci Honvéd Pumaoid és Captain of Chaos első napját lehetővé tetted ezzel. Köszi szépen a támogatásodat, srácok, peregjenek a szegek. Sajnos kántálást most nem tudok nektek intézni, de pergessétek. Majd bepótoljuk, hogyha gép közelbe leszek. Lassan készül ez a Batmobile, fel kéne kicsit pörgetni. Jól van, pedvaj. Rajta vagyok az ügyön, rajta vagyok. Adri már alszik úgyis, úgyhogy... Nem is alszok! Ja, nem? Akkor nem alszik, Adri. Tehát a sárga mellé jön a fekete. Csináljuk párhuzamosan. Remélem valamennyire látszódni fog az él. Aztán jön a szürke ide. Így van, csak a szemét pihenteti. Mármint, hogy gondolkodik éppen. Tehát vagyok. Cogito ergo sum. A sok latinóra. Nem fáj a szemed ilyen sokáig a fény és a gép előtt? Nem, nekem nem. Jó. Jól van, N. Silvers, és gratulál a nyereményetet. Köszi, hogy itt voltál. Szépet és jót a továbbiakba. Meg kellemes ünnepeket.
Hoppá, Martin, hát szia-szia! És köszi szépen, Sam, az a támogatásodat. Köszi szépen a 6. feliratkozás ajándékozásodat. Köszi, hogy ezzel Martinnak a 8. hónapját tetted lehetővé. Köszi, köszi. Srácok, peregjenek a szvegek. Üdv mindenkinek, skacok. 1, 2, 3, 4. Mizus, Martin. Közben olvastam amúgy, Marci, hogy ez már köztetek ilyen megszokás, hogy így köszöngettek egymásnak. Hopp, ez szürke lett. Túl sokáig volt a napon. Hát nem látom a feketét. Fekete, fekete. Hát ezek szerint vak vagyok. De csak feketét látsz? Amúgy én is csak feketét látok, de olyan kell, ami el. Itt van. Megvan. 4-es, 2x4-es kell nekem. Amivel a tetejére lehet rakosgatni. 2x4-es, egy megvan, és kell még egy ezen kívül. Hát, pedig itt van valahol. Biztos, hogy itt van. Ott van, megvan. Minden szuper, Marci, minden szuper. Szerencsére. Ó, szüleidnél van? Na, jó családozás itt, Martin. Meg jó VB nézést, darts VB nézést. Ó, ezt a vidéki borozást már én is várom, majd a két ünnep között megyünk. Ó, nice, Simmons. Nice, nice. Jó családozás itt, skacok. Hoppácska, Vili, hát köszi szépen a 151. feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen Dotti 15. hónapját. Martin, nekem nagyon nagy kedvencem volt ez a Batmobile. Nem csak a Legóba. Majd nem Legóba, hanem kis ilyen fém kis kocsiként. És így Legóba is brutális. Brutális, hogy milyen menő. Köszi szépen, Viri. Jó estét, mondtam, hogy 11-re visszaérek. Hát és mi még mindig rakjuk, pocó. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő, tizenhárom, tizennégy, tizenöt, tizenhat. Jaj, a matchbox, igen, fém matchbox, pontosan. Szerintem lehagytunk valamit. Igen. Nem hagytunk le semmit, jól van.
Amúgy, amit most csinálsz, az hol írja a könyv? A gyűjtögetést? Itt 16 darab ilyen kis szellőző rácsot kellett szereznem. Neked is, Bence? Ja, hogy az IKEA-s szorzót nem látom. Ott van, nem kamusztam, ott van. 16x. És közben észrevettem, hogy itt van valami darabka. Shiny, shiny darab. Nem akartam, hogy... Ja. Hát vaksi voltam, na. Nem akartam, hogy nyugtalan legyen az éjszakád, Lianna, úgyhogy inkább megmutattam itt a... azt, hogy 16x van. Nagyon jó ez a cucc. Amit én répának hívtam, de hát ezzel a színnel nem lehet répának hívni. Na most az IKEA a felnőttek legója, melyik volt előbb? Hát a Lego, nem? Az biztos előbb volt, mint a IKEA. Fatboy. Nekem már sajnos nincs meg a Batmobilos matchboxom. Adri most... most nyitva tartja a szemét szerencsére. Hú, hát én ezeket a darabkákat nem látom, amik itt kellenek, de úgy konkrétan egyiket se. Talán ezt látom, igen, meg ezt is látom, mert hogy ezek szép nagyok. De a kisebbeket, hát azokat nem látom. Mondjuk, ahogy látom, csak egy darab kell mindegyikből. És az valószínűleg amúgy nem nehéz megtalálni. Egy darab meg is van, most már csak a kétszer kettes kellene. Kétszer kettes. Meg is van! Nem hallod, ahogy horkol? Mert nem kapcsolta ki a mikrofonját. Ez most ide jön? Ez úgy jön ide. Hogy jön ez ide? Ja, látom már, hogy jön ez ide. Látom már. Tehát. Tehát ez ide jön. Aztán ez ide. Aha. És akkor a fekete az itt fog rögzülni. Aztán jön nekünk egy vajszínű, majd a zöld, aztán megint vajszínű, aztán a fekete. Ó, hát jól, végigraktuk. A Wikipédia szerint az IKEA 1943-as, a LEGO meg 1949-es. Na basszus. Gondoltad volna, Adri, hogy IKEA előbb volt, mint LEGO? Tehát akkor a felnőttek LEGO-ja az nem egy helyes kifejezés, inkább a LEGO a gyerekek IKEA-ja.
A LEGO alapítva 1932, az IKEA meg 1943. Ajaj, ajaj, hát itt már zavarok vannak az erőben. Sőt, több zavar is van az erőben. Akkor most mi az igazság? Multiverzumok nem érnek, srácok. Hívom a brit tudós haverjaimat, ők tudni fogják a választ. Ez amúgy igaz, a brit tudósok mindent tudnak. Hihetetlen egyébként, hogy ami kell, azt nem látom. Ez ilyen klasszikus dolog. De most ilyen rácsos bigyula kell nekem, és egyszerűen nem látom. Mondjuk mennyi kell belőle? Kettő. Legalább kettőt kell keresni. Igen, nem még egy kellene. Tehát, hogy egy már megvan. Ja, akkor keressünk mást. Jó. Minden más megvan, más meg csak a rácsos cucc kell. Amúgy ez a felső nézet tud fókuszálni? Tudám. De még hogy? Persze a ügyes vagyok. Látod? Meg tudom fókuszáltatni neked azt, hogy 22-e van az órámon. Hát... nem tudom, hogy kell. De hogy tudom úgy, csak én vagyok noob. Nem értek ezekhez. Megvan! Megvan, srácok! Megvan! No problemo! Megvan! Na, folytathatjuk tovább a rakást. Ja, hát amióta mondtátok, hogy van olyan digitális óra, ami mármint, hogy van olyan okos óra, ami analóg kinézetű, azóta már nem is olyan menő az órám. Persze, KB Junior, ez már az új kamera. Ez már az új kamera, nézd csak. Hát részletes. Minden részlet látszódik. Még az is, hogy hány hajszálam van. Látod? De egy rendes óra sokkal menőbb marad, mindig, mint egy okos óra. Hát, az helyzet még annyira nem jártam körbe a témát. Nem jártam körbe a témát, hogy az így kinéző okos órák milyenek, de mármint, hogy miket tudnak, de hát azért menő, hogyha így már tud egy-két jó dolgot jelezni. Nyugodtan, ha van egy moderátor még ébren, akkor ha ad permitet Marcinak, akkor be tudja linkelni ezt a LEGO históriás dolgot. A LEGO-nál kerestem a különbséget. Ja, hát ez nem az, ez nem az.
A fészkem az, ami a Canon kamera. De erről is majd lesz részletesen Patreon post a támogatásokkal kapcsolatban. De egyelőre csak Instagramon van kint, hogy mik lettek beújítva. Úgyhogy azt javaslom addig. Jé! Unik darab. Nézd, Adri. Wow, menő. Ez nem matrica, hanem ez így van nyomtatva. Ó, köszi, Asher. Azt hittem már bebóbiskoltál. Egy, kettő, három, négy. Öt. Hat. És kell egy hetedik is nekem gyorsan. Kicsit bebóbiskoltál már? Kezded elveszteni a kontrollt? Ajjaj. Az órában az a gáz, hogy egy normális mechanizmus 50 ezer, ez a mechanizmus, ha a Bluetooth-ra állítja az időt, akkor 100 ezer, a divatmárket akarsz, akkor irány a 10 millió, sem értem az egésznek. Hát kinek mi, konaja? Ez ilyen presztízs dolog, nem? Ez az óra. Az enyém ilyen 10-20 körül volt, akartam egy órát, nem azt akartam, hogy mindig a telefont kelljen bambolnom, hogyha tudni akarom, hogy mennyi az idő. Ennyi. Mindössze ennyi. Ne a telefont kelljen elővennem. Mindenért. Adri, megnézted a zöld siont? Nem tudom, ezt kérdezte Chris Walker. De lehet, nem neked írta. Az Warhammer 40k Inquisitor Martyrt próbáltam-e már most akciós címen? Nem próbáltam. Írtál Adrinak? Aha, ha nem, akkor küldenek linket. Nyugodtan, Adri, fent vagy a csatan? Adri nincs fent a csatan. Adri álmos. Hát is szerintem most nem néz semmit. Nem azért mondom, hogy bonkó vagy paraszt legyek, de szerintem örül, hogyha fent van. Bár tudom, akkor a nézés az azért jó lenne, de... Na, alakul, megmutatod oldalról? Persze, majd két csomag között megmutatom, srácok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na, srácok, be fogom fedni ezt a motorrészt. Ja, szóval a KB Junior az instárs posztot javaslom a kamerával kapcsolatban. Talán az egyébként az utolsó poszt. Magyar játék, lehet, hogy megérdemelne egy próbát. Hát... Most már nagyon válogatok, hogy mi az, amit meg akarok próbálni. Ja, nem azért mondom, hogy ignorálom az ajánlásodat, de most már nagyon... Kétszer is, sőt háromszor is, négyszer is meggondolom, hogy mi az, amivel én tényleg játszani akarok.
Aha. Na, 12-kor zenehallgatás 23-án. Nem menő? Valószínűleg erre, ezzel akarja felhívni azt a figyelmet, hogy a szeretet napján ő egyedül van, és nem tud magával mit kezdeni. Hát lehet, Mert hogy a valaki szeretet... így buliznak. Lehet, valaki így buliznak. Tudom, én nem nyomatnám ilyen hangosan, hogy mások is hallják, hogy mit hallgatok. Hát ez én vagyok. Azt hittem a szomszéd tolja? Nem, nem, nálunk van. Én majd holnap a grogut rakom ki. Wow! Na, 412. lépés. Olyan furák az emberek. Furák az emberek. Ezt tudom mondani erre a dologra. Egész este, jó, nem egész este, de hogy amikor Adri elkezdett kajálni, már akkor elkezdték a zenélést. Volt egy kis szünet, és most megint újra nyomják. Lassan elérjük a bűvös 420-as lépést. Jó. Kell ilyen háromszög. Nálunk fixen 4 és 6 között legalább egy lyukat fúrnak a falba. Hát ez mindig kell. Na. Most fogjuk megcsinálni az egyik oldalát, ahova kell ez a különleges lapos cucc. Amit most raksz, az új lenyomat gyűjtő? Igen, ez az. Ez az. Tehát az egész kocsi az. Az egész kocsi új lenyomat gyűjtő gyakorlatilag, igen. Zoli! Köszi szépen a harmadik feliratkozás ajándékozásodat itt a csatornán. Köszi szépen Luh első hónapját. És még ott milyen a kisebb AT-AT, azt hiszem az lesz szilveszterkor. Na, Petya, hajrá! Micsoda? Én ma... Ja, hogy a grogu után majd a kisebb étét itt fogod rakni. Nice! Na így, további jó rakást, én kidőlök, mert reggel kelni kell. Jó ét mindenkinek. Köszi szépen, Laklan, hogy itt voltál. Szia, szia! Szia, szia! Jó pihit és kellemes ünnepeket. Jó. Üdv újra itt, ez már úgy néz ki lassan, mint egy Batmobil. Ja. Nagyon jól haladunk, Géb. Nagyon jól haladunk. És ezt elvileg most már fel is lehet ide pattintani. Nézzük. Fel is ment, srácok. Most éppen az oldalát raktuk föl, majd meg fogjátok látni, hogyha végeztünk ezzel a csomaggal, hogy mégis mi az, amit alkottunk. Vagy hogyha nem is ennél a csomag végénél, a következő végénél megmutattam, hogy mi az, ami változott mindenféleképpen. De ezt a szetet, amit raksz, azt én is nagyon szeretném kirakni, szóval irigykedem. Petya! Remélem, hogy összejön majd. Remélem, hogy összejön majd.
Hány csomag van még? Hány csomagos, Adri? 24, azt hiszem, nem? 24, és most a 16-osnál járunk. Báki, hát ha hó, szia, szia, mi újság, Báki? Amúgy, amikor makettoztam, azt mondtad, hogy csodálod a türelmem, nos, szerintem ez a Lego keményebb, mint a makett. Nem, a makett keményebb. Hát kinek mi? Hát, mondjuk igaz. Én a makettet nehezebben tűröm. Gép olyan izét rakott össze, tigris tankot. Az tigris tank volt, nem? Jó, elvileg most a másik oldalra is felteltem ezt a részt. Nem nézünk oda, hanem csak így felpattintjuk azt. Csá, jó lesz. Jó, hát amúgy jónak tűnik. Szevasz Molnár, egyes számú. Köszönöm szépen a pergetéseket közben, srácok. Most fogjuk megcsinálni a cockpit részét. Adri, dobhatod a 17-es zacskót. Menő vagy így, hogy ilyet bevállalsz? Na hát örülök, hogy tetszik, Baki. Jó kis legózási. Még lesz egy bónusz legó, srácok, majd, amit Adri szeretnek kirakni. Mik azok a kimaradt darabok ki? Hát ezek ilyen bónusz LEGO darabkák, nézd csak! Ott... hol az ujjam? Ott. Ott van egy csomó még. Azok az acskóból maradtak ki. Azt hitted már alszik, Addi? Hát... még nem, de már közel van hozzá. Panzerkampfwagen V1 Ausführung SDK Z181 alias Tiger 1, illetve egy Leopard tank volt a másik. Hát menő lett mindenféle képgép. Azaz, amikor szétszeded és összerakod a bármit és kimarad egy csavar, de nem jössz rá, hogy honnan jelzik? Nem, ezek ilyen bónuszok elvileg. De hogy miért vannak bónuszok, ne kérdezz.